Schäuble-nek a mestermunkája, amire akkoriban csodára járt a világ. És tulajdonképpen csodájára jár a világ most is az Operaház épületének. Naponta több száz turista fordul itt meg az épületben, amely a közönség előtt egy kis időre bezárta kapuit. De most menjünk vissza születésének történetéhez, egészen az 1870-es évekig, amikor felmerült, hogy az akkori Pestnek nem elég egy nemzeti színház, kell egy operaház is. 1870-ben kezdtek el ezen gondolkozni, akkor még Orci Bódog báró volt a Nemzeti Színház intendánsa, hogy valami új játszóhelyeket kéne keresni, és leválasztani a műfajokat a Nemzeti Színház prózai tagozatáról. Hiába akartak először egy operaházat építeni, mégis előbb húzták fel a Blaha Lujza térre a Népszínházat, és csak 1874-re realizálódott az operaház építésének a terve. Meghívásos pályázatot írtak ki, amelyre négy magyar és két külföldi építészt kértek fel, de Ybl Miklós lett a nyerő. Ybl Miklós akkoriban már egy jó nevű építésznek számított, de színházat nem csinált korábban. Például ellentétben az osztrák Fellner és Helmer céggel, akik a monarchiába több tucat színházzal dicsekedhetnek a mai napig is. Mégis fontos volt, hogy magyar építészt hozzanak ki, illetve olyan építészt, akivel a legjobban tudtak együtt dolgozni. Az építkezés 1875. október 11-én indult meg, de nem ment minden gördülékenyen. Elsősorban hiányzott a király jóváhagyása. Hiszen bármennyire is voltak Pesten, illetve akkor már Budapesten nagy álmok, a kasszakulcsát Bécsbe őrizték, és hát Bécsbe tulajdonképpen sok érdekük nem fűződött ahhoz, hogy Budapest építsen egy operaházat. Ennek ellenére ezt sikerült elérni, és hát bizonyos nehézségek után, de 1875-ben elindult az építkezés. A budapesti operaház már a legmodernebb metódussal és a legkorszerűbb biztonságtechnikával készült. Záporberendezést és vasfüggönyt is építettek bele, valamint úgy határozták meg a nézőszámot, hogy egy esetleges balesetnél mindenki ki tudjon menekülni a házból. 3,3 millió koronába került, 1884-ben nyitott meg, amely persze hatalmas eseménynek számított. Az operaházat felújítás miatt először 1980-ban zárták be, akkor 4 évre. Tehát amire a legtöbben emlékszünk és láttunk, az már nem teljesen az eredeti állapot, de egy színházat a kor igényeinek megfelelően mindig újítani, javítani kell. És így lesz ez most is, hogy az Ybl Palota 2019-ben egy új, mégis a régi pompájában tárhassa ki kapuit opera szerető közönség előtt.